Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Három kérdőjeles jóslás. A kártyát kivetettem a másik csatornámon, nekem van egy német nyelvű csatornám is, Denderas Liebes Orakel. És ez a kép ugyanazt mutatja, amit ott én kivetettem. Az első kérdés az lenne, hogy mik a gondolatai, mi foglalkoztatja őt. Ez a kép mutatja a víz elemét, és az, a víz eleme az érzelmeinket szimbolizálja. A négyes szám itt arra mutat, hogy neki biztonság kell egy területen, ahol ő érzelmileg kötődik valamihez vagy valakihez. De ő jelen pillanatban elfordul, nem látja a lehetőségeket. Az is lehet, hogy olyan volt a viselkedése, a fellépése, ami titeket most elszomorít, és ő ennek ellenére abban reménykedik, hogy ti vártok rá. Mint ahogy itt a képen ez a hölgy tisztítja a kejhet, ami annyit jelent, hogy ez fontos lenne az érzelmekről beszélni, valamit tisztázni közöttetek. A második kérdés pedig az, hogy mik az ő érzelmei, és ezt mutatja ez a kártya. Itt találkozik a levegő és a tűz eleme. A levegő az annyit jelent, hogy könnyűség. A levegő eleme utal arra is, hogy milyen fontos kifejezni valamit, beszélni egymással az érzelmekről. És a tűz eleme a háttérben, ami a képen látható is, azt mutatja, hogy valami forrong benne. Tehát ez dühöt jelent, dühös valakire, vagy ő saját magára. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt itt a hold mutatja. Ez a hold jelenti az álmokat is. Tehát ő szívesen álmodozik. A negyedik kártya itt a szívet, a szívdobogást jelképezi. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!